Akkor is ott leszel. És egy óra után? Akkor meg elmegyek evezni. Egész vissza, nem lesz itt volna bércem. Hát, itt van nem igazán szokott az ember evezni. Különben is. Én vademező is vagyok. Hogy micsoda ön? Van? Ja, vademezős. Ja, persze, hát nem is legyen egy ilyen fiatal ember. Lána egy szentis van kirágyújék, én nem vademezős. Tessék csak telefonálni nyugodtan tovább, majd én megnézem ki az. Halló? Sajtom! Na mondd meg annak kis napadányi embernek! Na jó, jó, köszönvényének! Mondd meg, hogy azonnal jön meg, innen láthatja az egész körmületet! Elnejjék meg a végét! Tíz pengő! Hát, az is pénz manapság! Na csak hola? Tíz pengő! Aranyos vagy, édes öregem, de miért pont én jutottam eszedbe? Hát, csupán csak azért, mert te vagy a legjobb barátom, és neked kutya kötelességed rajtam segíteni. Boldogulsz-e nélkülem is? Egyébként miféle nőről lenne szó? Hát, természetesen úri nőről. Természetesen. Egy nő, aki azonnal feljön kölcsön lakásba, az csak is úri nő lehet. Na. És eddig hol találkoztam? Hogy még? Hát sehol. Hogy is sehol? Jaj, tudod, drága barátom, mennyi munkám van, mennyi könyörgésembe került, mire nagy nehezennek ki. Hát eleinte hallani se akart az egészből, de ma megígért, hogy te. És mikor ismerkedtetek meg? Még hát tegnap. Nehéz ezekkel az úri nőkkel, igaz? Na és szép? Hát ez az. Mi az az ez az? Hát ez az, aminek itt nálad ma el kell nőni. Minek? Hát hogy szépen, ahogy nem szép. Meg vagy őrülve. Nem is tudod, hogy hogy néz ki? Hát honnan tudnám. Nézd, tegnap a bankban telefonon hozzám kapcsolt az nő, egy bűbályos hangú nő, akivel megismerkedtem, és rögtön randevút mutattam neki. Az én lakásomban. Hát nézd, hát tudtam, hogy Szent Istvánról te úgyis elmész fordászni. Evezni megyek. Hát az is vízi sport, ez is vízi sport. Jó, kérlek, most már nem haragudj, de nekem tényleg mennem kell. Szóval kérlek, légy óvatos kis vigyázz a szobámra. Vigyázzok meg, ígérem. Virág nincs. Nincs, miért lenne? Hát tudtad, hogy nőt hozok fel a lakásodba, az lett volna minimum, hogy... Na de azért vigyázz a szárral! Ja, igaz, onnan is tudhatod volna. Tudod mit? Lemegyek veled és veszek egy pár szár virágot. Jó, akkor majd útközben mondodom a kulcsot. Hát, és esetleg, hogyha közben fogsz egy-két halat... Mondom, hogy evezni megyek! Na és, csónakból nem elforrászni. Tudja mit? Ne beszélgessünk! Jöjjön ide! Nézzen ki!
Csak aztán vigyázzon magára, hogy lelesszen nekem. Tudja, ne tessék, kis Dóri. Hát tudok én vigyázni magamra, van nekem, elég eszem. Hát, amikor megeszem magának, akkor meg tudom még le lehet esni. Hát ez hallatlan, hogy egy úri embernek még virág, vázája, sejtetek a lakát. Maga kicsoda? Alá szolgálja. No, elég van. Kérem, hogy elég van te. Adrian! Engedjenek, hogy bemutatkozzak. Torma vagyok közönségben. Füredi. Balaton Füredi? Nem, csak Füredi. Mert úgy gondoltam a zenezés miatt. De ugye nem haragszik. Én? Hát miért haragudnék? De hogy is haragszok? Na, alá szolgálja. Hát miért? Már is megyek? Én nem, te maga minden tudja. Én bőtöttem. Hát én most jöttem. És ha szabad érdeklődőn meddig szeretne maradni? Hát de még elkezdik. Haragcsol. Mondom, már még elkezdik. Te maga, csak ne zavartasd magad. Magáék a ház, meg ez a szoba, azt csinál, amit akar. Engem nem zavar. Ez igazán kedves magától. Nézze, uram, egy közben olyan csendben leszek, mint a hal. Hogyan közben? Maga itt akar maradni a szobában? Hát hogy? Hát mondom, hogy nézni akarok. Hát maga megveszed? Hát de miért? Hát én már annyit voltam teste, de ez speciál még soha nem láttam. Na, nyugodjon meg rám a barátom, most se fogja látni. Hát de hogy most, hát ezért jöttem fel bőrölményből, meg fizettem 10 pengőt. Fizettem? Kinek? Hát a háziasszonynak. Mondhatom, szép kis hely. Beismered magának, hogy engem nem is olyan nagyon érdekelne. De a feleségem rám kötötte, hogy a Pesten jár, ez ott vett lenni a nézet helyén. A felesége? Igen, tudja, ilyen vidéki az, ez minden érdekli. Komolyan mondom, nekem megáll az eszem. Égyem, uram! Minden esetre... Hukkert is hoztam! Köszönöm! Hukkert is hozott? Hát hogy? Tudja, a Kukker az úgy közelebb hozza a dolgot. Maga lehet látni a rendőröket, dísz magyar katonákat. Dísz magyar katonákat. Mondja, akkor mit is akar maga tulajdonképpen végig nézni? Hát a menetet. Milyen menetet? A körmenetet. Hát itt lesz az ispán napi körmenet a ház előtt. Jaj. Az ispán napi körmenet. Hát. Azért jöttem fel beszélménybű! Nem baj, uram. Nem baj. Nézzem a práta, uram. Tegyed meg nekem valamit. Hogy? Nagyon szívesen. Megjelenünk meg. Hát nem érjél. Hát én meg most jöttem, és a körmelettel mi? Majd megnéz jövőre. Erre gyakoskodjon én velem. Engem innen hatökül alá nem lehet elmozdítani. Hogy pont ma kellett magának böszörvényből feljönni testre. Dehogy pont, ha már 3 napja fel vagyok. Akkor legalább fogja be a száját. Ja Istenem, most mit csinálok? Hát telefonálni, jó, telefonálni, nem biztos később, mert biztosan elindul már. Dehogy indul, de én nem látok semmit. Maga meg! Megvan, talán a lépcsőházban, hogy biztosan a csípen. Hogy ezek milyen idegesek itt Pestre? Itt a hölgy! Sessé! Mondom, itt a hölgy! Mi fejle hölgy? Hát aki magát keresi! Engem! Na ide! Azért a 10 fejlővér, amit nekem a szobáért fizet! Nem gondolja, hogy teljesen bolond vagyok! Hát de kedves asszonyom! Az a hölgy kint azt mondta, hogy ahhoz az úrhoz jön, aki az albérlőnél van. És aki van az albérlőnél? Azt kérdem magától! Bejöhet a hölgy, vagy nem? Na jó, bejöhet, de csak egy percet, megértette? Egyetlen egy percet? Rendben van. Rényes úr, milyen idegesek ezek itt, Pestre? Jó napot. Hát? Örvendek. Mondja meg őszintén. Gondoltam, hogy eljövök.
Őszintén. Hát, mi azt illeti? Pontos voltam, mi? Mondja meg őszintén, milyen megképzel? Ne szóljon egy szót se. A szeméből látom, hogy tetszem magának, pedig ön egy igazán nagy nő csábász hívében áll. Hogy mi bánok én? Csak ne tagadja. A telefonunk után informál, és ott a biztosítónál nem sok jót beszélnek magáról. Na, nem kell nekik mindent elhívni. Az üzlet éjszaka magától gyúrnak ki. És a biztosító nem akar fizetni, mert hogy azt mondják, hogy én adtam a tüzet. Mit csinált? Hát úgy nézze, mindenki nyit, aki tüzet rak. Úgy, szép, erős emberedet. Úgy vigyáz, én sem vagyok ám egy gyönge bám. Úgy ezek milyen idegesek itt össze? Azt hiszem, nem tudom, miért hívtál engem ide telefonon, te boncot. Gyere! Jó, ha kezded érteni! Ha kiskedem a... lengerét tegyük! Te ide figyelj! Az én uram lent vár, azt hazudtam neki, hogy a varrónőmhöz szaladok fel, de 5 perc múlva itt vagyok érted, és viszlek magammal. Hova? Hát a hűvösvölgyi nyaralomba, te asszony faló! A körmenetével nem sokat fogok én látni. Hol van a balőr? Miféle hölgy? Ember, ne meséljen nekem. Lent a sofőr azt mondta, hogy feljött ide. Hogy lehet egy tengerész ilyen ideges? De én nem vagyok tengerész! Akkor meg melyik ideges? Ember, ne fogadom velem, tudni akarom, hogy hol van. Na, én itt, tessék, itt jön. Itt van. Ez is annyira örülök, hogy eljött. Hálászok, köszönjük, látni. Köszönjük. Hát én annyira örülök. Hát, amit látom, egy kis elemetlenség jött közben. Adja kibeszéljön a szerencsétnek! De azt hiszem, hogy úri embere látja, mert nagyon szépen megkérem urat, hogy távozzék. Na, ez a Máriája! Meg kell nézzem a körmeneket! Majd megnézi jövőre. Nem látja úri ember létének, hogy nekem itt ő nagyságában randevún van? Randevúja? Igen, édes Lánikám. Hát Lánikám, de szóltam Lánikám. Maga a Blanka? Igen, Blanka! Akkor ez a kegyed lakás? Igen, ez a kegyed lakás, Blanka! Én is azt mondom, hogy gyerünk rá, Rika! Micsoda? Ez a hölgy a Blanka? Ide figyelj! Neked itt nincs időm magával vitatkozni. Na, menjünk rá, Rika! Na, és a körmenet? Hát azt nézze meg maga!